Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye a Borsoda-Baú-Zemplén megyei kórház és egyetemi oktatókórház, amely 65 éves múltra tekint vissza. Erről is beszélt Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. A súlya rendkívül nagy, az észak-magyarországi régió jelentős részét, nem csak a megyét, hanem a régiót is lefedi a munkája. Miskolci kórház nagy financiális gazdálkodási nehézségekkel küzdött 2-3 évvel ezelőtt. Rendkívüli öröm számomra, hogy ez sikerült feloldani. Jelen pillanatban stabil a gazdálkodása és a fejlődés töretlen. Magyarország legnagyobb kórházáról van szó, amit körülbelül 65 évvel ezelőtt alapítottak, de 2017 volt ennek a 65 évnek a legjelentősebb éve, amikor az összevonásokkal kialakult a Miskolci Nagykórház. 3 városba 6 részleg működik együtt, és így egészében 2 millió lakos ellátásáért felelős. Az ellátott betegek száma évente 140 ezer, körülbelül 40 ezer műtétet végeznek, és körülbelül 300 ambulancián fogadják a betegeket. A súlya rendkívül nagy, az észak-magyarországi régió jelentős részét, nem csak a megyét, hanem magát a régiót is lefedi, és a progresszivitás legmagasabb szintjén biztosít ellátást. Az elmúlt években összesen körülbelül 15 milliárd forinttal fejlesztette az állam a kórházat, amiben részt vállalt pontosan a kiegyensúlyozott gazdálkodása révén maga a kórház is. A mostani fejlesztés a gyermeksürgősségi ellátásra és a gyermekpszichiátriai ellátásra vonatkozik, emellett azonban további infrastruktúrális fejlesztés, műszer, eszközpark fejlesztés is történt. A Semmelweis telephelyen új épületszárny kialakításával komplex gyermekpszichiátriai, járóbetegellátó és gondozóközpont épült. Ez a beruházás elkészült, amelyet a betegek hamarosan birtokba is vehetnek. Az első fejlesztés az a pszichiátriának a területén valósult meg, ennek pontos megnevezése gyermek- és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastruktúráis feltételeinek fejlesztése. A Borsoda-Baú-Zemplén-megyei Központi Kórházban 2020. július 30-án történt meg ennek a fejlesztésnek az alapkőletétele, és 3 területen hajtottunk végre fejlesztés, mint egy 850 millió forint értékben, ami Európai Uniós forrásból valósult meg. Elsőként a felnőtt pszichiátriai épületnek egy rekonstrukciója zajlott le, ennek értéke kb. 400 millió forint volt, aminek során az épületet szerkezetkész állapotig bontottuk vissza, bizonyos szerkezeti változtatásokat hajtottunk végre az alapterület hatékonyabb kihasználása érdekében, burkolatcserék történtek, felújításra került az energetikai rendszer, a víz, illetve a villamos hálózat is. Jogosan kérdeztetik azt, hogy ez miért fontos az ellátórendszernek a szempontjából. Ennek az az oka, hogy a pszichiátriai betegek döntően hosszú ápolást igénylő betegek. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy milyen környezetet tudunk biztosítani az ő számukra akkor, amikor néhány hetet vagy akár hónapokat is bent tartózkodnak egy-egy pszichiátriai osztályon. Ugyancsak fontos, hogy a dolgozók számára olyan munkakörülményeket tudjunk kialakítani, ahol a munkájukat hatékonyan tudják elvégezni, illetve lehetőség szerint a stresszfaktort megpróbáljuk csökkenteni különböző építészeti megoldásokkal, hiszen a pszichiátrián gyakran olyan betegeket kezelünk, akikkel rendkívül nehéz a verbális kommunikáció. A fejlesztésnek a második lépcsője volt egy zöldmezős beruházás, amelynek keretében egy gyermek- és ifjúságpszichiátriai épületet építettünk föl, kb. 300 millió forint értékű beruházásnak a keretében. Ez a beruházás hiánypótló volt, hiszen Észak-Kelet-Magyarországon gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátás szervezett formában a felnőtt ellátástól függetlenül eddig nem valósult meg. Ez az új ellátó központ segítséget nyújthat mindazon fiataloknak, akik bármilyen pszichiátriai megbetegedésben, addiktológiai problémában szenvednek, illetve adott esetben hátrányos szociális helyzetükből adódóan igényelnek valamilyen fajta gondozást.
A főigazgató szólt arról, hogy a gyermekegészségügyi központ sürgősségi és traumatológiai ambulanciák és a műtő területe is bővül és megújul. Hozzátette, hogy megépül egy összekötő híd a Csillagpont épülete és a gyermekegészségügyi központ között. Ez szintén egy Európai Uniós fejlesztés, Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztés lesz. Önök közül talán kevesen tudják azt, hogy a Borsodabolyzemplémérei központi kórházban működik Magyarországon a Heinpár gyermekkórházat követően a második legnagyobb gyermekgyógyászati centrum, amely 1976 óta 320 fekvőbetegágyon, 15 fekvőbetegosztályon és 23 járóbeteg szakrendelésen fogadja a betegeket. Ebben az intézményben olyan speciális ellátások is elérhetőek, mint égéssebészet vagy csontvelő transzplantáció, de például a hazai gyermekrehabilitációnak is egy oszlopos tagja ez az intézmény. A jelen beruházáson megkezdődik, kb. 2,7 milliárd forint értékű lesz majd. Fontosnak tartom elmondani, hogy az intézményi menedzsment az elmúlt egy évben részben saját forrásból, részben kormányzati forrásból, részben adományokból megközelítőleg 1 milliárd forint értékű fejlesztést már végrehajtott a gyermekegészségügyi központban. A borsodi térség országgyűlési képviselője a jelenlegi felújítás mellett az elmúlt időszak legnagyobb gyermekgyógyászati központ fejlesztését is ismertette. Kiemelte, hogy a kormánynak nagyon fontos a honfitársainak az egészsége, ezért folyamatos fejlődésen és megújuláson megy keresztül az intézmény. Az egészségügyet egy világjárvány kellős közepén is fejleszteni kell, és a magyar kormánnyal egyszerre kötelességünk fejleszteni is az egészségügyet. Ugyanakkor meg kell birkóznunk a koronavírus járvánnyal. Gazdasági eredményeink azonban lehetővé teszik egyszerre mind a kettőt. És nem is olyan régen, ugyanebben a kórházban, a Borsod megyei kórházban adtunk át egy napelemes rendszert, egy napelemparkot, ami egyszerre biztosít fedett parkolóhelyet az ott dolgozóknak, és közben pedig csökkenti az áramfogyasztásból keletkező költségeket. De ha egy kicsit visszább tekintünk az elmúlt néhány hónapra, akkor rengeteg fejlesztést tudunk felsorolni. Szülészeti és koraszülötti intenzív ellátás biztosító osztályokat fejlesztettünk, korszerűsítettünk itt. A kardiológiai osztályon is felújítás történt, műtőket újítottunk fel, és egy teljesen új műtőt is átadtunk. Onkológiai fejlesztések zajlottak a megyei kórházban. Épül a gyermekpszichiátria, családbarát szülészeteket hoztunk létre, és az ország egyik legkorszerűbb gasztroenterológiai osztályát adhattuk át. Ezek a fejlesztések összességében 15 milliárd forintból valósultak meg a régióban élők nagy megelégedésére. A nemzeti kormány elkötelezett az ország és a kórház fejlesztése mellett, hogy szolgálják az embereket és segítsék a betegeket.